Az élő halottak éjszakája. Meg kéne változtatni a nyári időszámítást. Miért? 8 óra van, és még világos. Hát mi nem sokra mennénk vele. 3 óra az út vissza, úgyhogy csak éjfél után érünk haza. Ha ennyire zavarna, akkor nem lennél itt. Szívesebben tölteném máshol a vasárnapot. Tudod, én azt mondom, vagy anyát kell ide költöztetnünk, vagy a sírt Pittsburghbe. Az ő korában ez lehetetlen. Tudom, igazad van. Van még abból a cukorból? Nincs. Nézd meg, emlékszünk rád. Hát én ugyan nem. Már arra sem emlékszem, hogy hogy nézett ki. Johnny, csak 5 perc az egész. Elhelyezni a sírra a koszorút 5 perc, de az út oda-vissza 6 óra. Anya akart ezt az egészet, de mi utaztunk 200 mérföldet, miközben ő otthon maradt. Most már itt vagyunk, ne siránkozz. Ja. Próba, te, ez a... A műszaki hibáért elnézésüket kérjük. Most folytatjuk műsorunkat. Nem a vétellel volt gond. Valami központi hiba. Melyik sorban van? Hogy nincs itt senki? Mert késő van. Korábban kellett volna indulnunk. Az óraátállítás miatt így is kevesebbet aludtam. Szerintem neked lételemed a panaszkodás. Na, ott van. Vajon a tavalyival mi történt? Mindig egy vagyont fizetünk ki ezekért a díszekért, aztán idehozzuk, és a tavainak már hűlt helye. A virágok elszáradnak. Aztán jön a kertész, és gondolom összetakarítja. Ja, kicsit helyre pofozza, megtisztítja. Aztán megint eladja. Szerinted hányszor vettük meg ugyanazt? Gyere, induljunk. Reggel voltál templomban.
Bár imádkozni a templomban szokás. Gyere! Téged sosem látlak ott mostanában. Hát, nem sok értelmét látom a dolognak. Emlékszel, amikor gyerekkorunkban egyszer itt voltunk? Ott álltál, amikor hirtelen előugrottam a fa mögül, a nagypapa halálra rémült, majd az öklét rázva így szólt, fiam, ezért pokorra jutsz! Emlékszel, ott történt. Mindig féltél ide jönni. Johnny! Hát még mindig félsz? Hagyd abba, komolyan mondom! El fognak kapni téged, Barbara. Hagyd abba! Utálatos vagy! Jönnek érted, Barbara! Hagyd abba, gyerekes, ahogy viselkedsz! Magukkal visznek! Nézd, épp ott jön az egyik! Ne, még meghallja! Eljött érted! Én gyorsan meglógok! John! Thank you.
Ne féljen. Vele el tudok bánni. Viszont hamarosan jönnek a többiek is. Kifogyott a benzin. Itt van egy kút, de zárva van. Csak így juthatunk ki innen. Tudja, hol a kulcs? Gondolom, már próbálta. Maga itt lakik? Jesszusom! Itt nem maradhatunk. Össze kell fognunk másokkal. Viszünk magunkkal ételt. Keresek valamit.
erre most nincs idő. Mi történik itt? Ketten vannak. Itt ketten vannak. Látott másokat is? Ezekkel el tudok bánni. Nem tudom. Nem tudom. Nézze, tudom, hogy most fél, de kénytelenek vagyunk. Nem tudom. Mi folyik itt? Tudták, hogy itt vagyunk. Ne nézzen rá! Fel kell kapcsolni a lámpákat. Thank you.
Deszkákra lesz szükségünk, amivel biztosíthatjuk az ajtókat és az ablakokat. Szedje már össze magát! Na jó. Tudom, hogy zaklatott. Én is vélek. De szükségem lesz a segítségére. Beszögeljük a nyílászárókat, és akkor biztonságban leszünk. Próbálja megérteni. Előbb-utóbb megjön a segítség. De ehhez össze kell fognunk, segítenie kell. Keressen a házban léceket, most ez a legfontosabb. Ugye érti? Oké? Rendben. Ez elég lesz. Nem túl erősek. Tessék, válogassa ki a legnagyobb szögeket. Ez a szoba rendben van. Szükség esetén ezt az ajtót is bedeszkázzuk. Most meghátráltak, de hamarosan újra megtámadhatják a házat. A tűztől félnek, arra már rájöttem. Kint a főúton van egy Beakmans nevű hely. Egy étterem. Ott találtam rá erre a kis buszra. Működik a rádiója. Beültem, hogy belehallgassak. Akkor megláttam egy száguldó kamiont az úton. És a nyomában 10 vagy 15 vérszomjas alak mentek utána. Néhányan kapaszkodtak a kamionba. Először fel sem tűnt. Csak azt láttam, hogy valamit húz maga után. Üzemanyagszállító volt. A kamion végül letért az útról. Nekem is fékeznem kellett, nehogy neki menjek.
Áttörte a szalagkorlát. Úgy tűnt, mintha a sofőr meg sem próbálna fékezni. A Beekmans éttermeig meg sem állt. Átszakította az óriás plakátot, egyenesen az étterem melletti benzinkút felé ment. Addigra már lángokban állt. Tudtam, hogy bármelyik percben felrobbanhat. Hallottam a sofőrt. Ordított. Ezek a szörnyek óvatosan meghátráltak. Visszanéztem az étterem felé, hát ha van valaki, aki tudna segíteni. Ekkor vettem észre, hogy az egész épületet körbevették. Mindenkit lerohantak, és a végén elhallgatott minden sikoly. Rá kellett jönnöm, hogy egyedül vagyok. Ez az 50 vagy 60 szörnyetek pedig csak úgy állt ott, és engem bámult. És akkor ráléptem a gázra, és egyenesen feléjük mentem. Nem futottak el, meg sem mozdultak. Csak álltak ott, és bámultak rám. El akartam csapni őket. Aztán csak úgy repültek a levegőben, szanaszét. Éppen a temetőben sétáltunk, Johnny és én. Johnny. Azért jöttünk, hogy megkoszorúzzuk apánk sírját. Johnny ekkor azt kérdezte tőlem. Van még a cukorból, Barbara? De sajnos már elfogyott. És... De meleg van itt. Megsülök. És akkor azt mondta, ó, milyen késő van. Miért indultunk ilyen későn? Mire én? Johnny, ha reggel hamarabb felkelsz, akkor már otthon lennénk. Johnny megkérdezte, nem félek-e. Azt feleltem, dehogy félek, Johnny. És akkor egy férfi elindult felénk az úton. Lassan jött, bicegett. Johnny pedig egyre csak próbált cukkolni. Itt van, eljött, érted, Barbara? Én csak kinevettem, kértem, hogy hagyja már abba. Erre Johnny elszaladt. Én oda mentem ahhoz a férfihoz, hogy bocsánatot kérjek tőle. Most inkább próbáljon megnyugodni. Felnéztem rá, és köszöntem neki. És akkor megragadott. Erősen megszorított. Annyira, hogy fájt. Mintha le akarta volna tépni a ruháimat. Kérem, próbáljon megnyugodni. Én pedig sikítottam, Johnny! Johnny, segíts! Segíts, kérlek! De ő nem engedett, megszorított! Aztán megjelent Johnny, mire elszaladt, ő pedig utána elkezdtek verekedni. És én annyira megijedtem, hogy csak szaladtam, rohantam. Jó messzire. De Johnny nem jött utánam. Úgyhogy meg kell várnunk Johnnyt. Vagy menjünk ki és keressük meg. Meg kell keresnünk Johnnyt. Odakint van. Kérem, hallja, amit mondok. Meg kell keresnünk Johnnyt. Kérem. Kérem. Meg kell találnunk, hát nem érti. Nagyon kérem, segítsen! Könyörgök! Tudja, mi van odakint?
Öngyilkosság lenne kimenni. A testvérem egyedül van, segítenünk kell rajta. A maga testvére halott. Nem! Az én testvérem nem halt meg. Értetlenül áll az eset előtt.
Pillanatnyilag nincs tudomásunk szervezett akcióról. A rendfenntartó szervek próbálják feldolgozni a beérkező segélyhívások ezreit. Számos állam kormányzója bejelentette, hogy szükségállapotot rendelnek el, illetve felszólította a nemzetőrséget, hogy álljanak készenlétben az azonnali mozgósításra. A lakosságnak mindenütt azt javasolják, hogy maradjanak otthon. Zárják be az ajtókat, és otthonaikat csak akkor hagyják el, ha feltétlenül szükséges. Először meg kell tudnunk, hogy pontosan kikkel állunk szemben. A rendőrség csak ezután lesz képes összeállítani valamilyen akciótervet. Addig is arra kérünk mindenkit, hogy kísérjék figyelemmel a televízió és rádióadásokat, ahol folyamatosan friss információkkal szolgálunk erről a változó helyzetről. Irodai dolgozók és gyári munkások ezrei voltak kénytelenek munkahelyükön maradni, miután a biztonságos hazajutásuk nem volt megoldható. A figyelmeztetések ellenére azonban pánikba esett polgárok ezrei özönlötték el az utakat abban a reményben, hogy elmenekülhetnek a baj elől. A két napja tartó terror oka eddig ismeretlen. A gyilkosságokat csoportban elkövetők válogatás nélkül mészárolják le áldozataikat. Egyes szemtanúk letépett végtagokról, kibelezett áldozatokról számoltak be. Egyre több hasonló esetről kapunk jelentést az ország keleti, észak-keleti felében. De ezek elhelyezkedését tekintve elmondható, hogy az érintett terület szélesedik. Addig is arra kérünk mindenkit, hogy kísérjék figyelemmel a televízió és rádióadásokat, ahol folyamatosan friss információkkal szolgálunk erről a változó helyzetről. Maradjanak otthon! Az ajtókat és az ablakokat gondosan zárják be, és ne engedjenek be gyanús idegeneket. Egyre többet... Találtam fegyvert és töltényeket. ...de gyilkosok beleharapnak áldozataikba. Ezt vegye fel. ...ezek úgy néznek ki, mintha egy vadállat felfalta volna őket. A szemtanúk beszámolói szerint a tettesek egyfajta önkívületi állapotban voltak. Idebent most már biztonságban vagyunk. De legalábbis egy darabig. Van fegyverünk és töltények. Étel, rádió. Egyszer biztos, kiszabadítanak innen. Mi ezt már megtettük. Nem tudom, hallja-e, amit mondok. De most felmegyek az emeletre. Ha megpróbálnak betörni, azt hallani fogom, és rögtön jövök segíteni. Itt most minden rendben van. Ha kell, később megerősítem a védelmet. De egyelőre nincs mitől félnie. Hallotta? Helybéliek vagyunk! Van rádió!
Mióta vannak már itt? Jó jött volna a segítség. A pincében a legbiztonságosabb. Azt akarja mondani, hogy nem hallott minket? Nem tudhattuk, hogy kik vannak itt. Féltünk, hogy talán ők azok. A lány sikított. Ezt a hangot csak felismerték. Ezek a szörnyek nem adnak ki hangot. Tudhatták volna, hogy segíteni kell. Odalentről nem hallani tisztán a hangokat. Hallottunk valami sikolyt, de azt hittük, hogy ezek a gyilkosok már elkapták őt. Így aztán nem segítettek. Ha többen lettünk volna, nagy talán... volt a hangzavar. Nem tudhattuk, hogy pontosan mi történik itt. Na várjunk csak. Az előbb azt mondták, alig hallottak valamit. Most meg azt mondja, hogy hatalmas volt a hangzavar. Döntsék el, melyik az igaz ember. Ebből elég. Fejezze be a vádaskodást. Örültünk, hogy végre találtunk egy biztonságos helyet. Azt várja, hogy tegyük kockára az életünket csak azért, mert valaki segítségre szorul, mi? Igen, ezt vártam. Na jó, beszéljük meg nyugodtan, rendben? Nincs ezen mit megbeszélni. Itt vagyunk, és ez a lényeg. Most pedig jöjjenek velünk a pincébe, mielőtt megtudják, hogy itt vagyunk. Ide nem tudnak bejutni. Minden nyílás bedeszkázott. Igen, szinte mindet. Még odafent van néhány, de azt is elintézem. Magának elment az esze. A pince a legbiztonságosabb. Nem jutnak be a házba, éppen most mondta. Ezek a mocskok felborították az autónkat. Mázlink volt, hogy épp bőrrel megúsztuk. Azt képzeli, nem tudnak áttörni egy vacak fadeszkán. A felesége és a gyereke lent van. A gyerek megsérült. Szerintem itt jobb helyen vagyunk. Lezárhatnánk minden nyílás zárót. Nézze, együtt hamarabb végeznénk. Itt van minden, amire szükségünk lehet. Akkor mindent szépen lehordunk a pincébe. Maga teljesen eszement. Itt ez a rengeteg ablak. Azt hiszi, mindegyiket biztonságosan el tudja zárni, mondja. Már mondtam, ezeknek nincs ereje. Hármat agyonvertem, egyet kilöktem az ajtón. Már mondtam egyszer, hogy puszta kézzel felborították az autónkat. Ugyan, erre bármilyen öt ember képes. Pont ez a lényeg! Csak hogy nem öten lesznek, vagy tizen, húsz, harminc, vagy akár száz rohadék fog ránk támadni abban a pillanatban, hogy megtudják, hogy ide bent vagyunk. Ha ennyien jönnek, akkor sehol sem leszünk biztonságban. Nézze! A pincében... Odalent csak egyetlen ajtó van, csak azt az egyet kell biztonságosan elzárni. Tommal belülről bedeszkáztuk és bezártuk az ajtót. Ide fenn ez a sok ablak. Nem tudhatjuk, honnan támadnak éppen. Ebben igaza van, Mr. Cooper. De a pincében nincs menekülő út. Ha valahogy mégis bejutnak, akkor nem lesz hová mennünk. Nekünk végünk. Innen legalább meg tudunk lógni. És az ablakokon át látjuk, hogy mi van odakint. De odalentről észre se vennénk, ha megjönne a mentőcsapat. A pince nyújtja a legnagyobb védelmet. A pince életveszélyes. Nem tudom, Mr. Cooper. Talán igaza van. Tudja, hányan vannak? Pontosan nem. Talán hatan, heten. Na jó. Maguk azt tesznek, amit akarnak. Én most visszamegyek a pincébe, szóval döntsék el, hogy mit akarnak. Ha egyszer bedeszkázom az ajtót, én senki kedvéért nem nyitom ki. Várjunk csak, Mr. Cooper! Nem várok tovább! Én már döntöttem. Most magukon a sor! Azt mondtam, várjon! Előbb gondoljuk át! Ha kell, a pincébe bármikor lemehetünk! És ha lenn akarunk maradni, szükségünk lesz pár dologra! Szóval legalább gondoljuk át alaposan! Ha ezek betörnek, akkor a pincében magának annyi. Idefenn legalább van esélye. Most arra már 8-an, 10-en vannak. Akkor érkeztek néhányan. Hátul is vannak páran. Harry, mi történt? Nincs semmi baj. Menj a pokolba.
kellenek még deszkák. Maga megőrült. Ezek hamarosan minden bejáratot előzönlenek. Le kell mennünk a pincébe. Menjen ahová akar, nem érdekel. A lányt is magammal viszem. A lány marad. Nem nyúl semmihez. Innen nem visz magával semmit. Megértette? Én itt maradok és megvédem a lányt. Ahogy a rádiót és az ételt is. Tessék, most mehet ahová akar. Ez megőrült. Elmebeteg. Ételre szükségünk lesz. Megillet az étel, megillet! Ez a maga ház. Jogunk van enni. Maga megy vagy marad? Hát én... Igen vagy nem? Most kell dönteni. Nincs teketória. Figyeljen, nekem lenn van a gyerekem. Az nem lehet, ide nem hozhatom fel, nem bírná ki azt a tortúrát, ha ezek betörik az ablakot. Hát maga az apja. Ha olyan ostoba, hogy ott akar meghalni, csak tessék. Én viszont nem megyek le, azt elhiheti. Szegény gyereknek elég korlátolt apja van. Na, kotródjon le az odújába. Ott maga lehet a nagyfőnök. Én maradok itt. Hajjas rohadék! Többé nem nyitok ajtót. De nem ám! Mr. Cooper, ha segítene, akkor... Azt jobb, ha elfelejti. Adja, hadd menjen. Hogyha így döntött, hadd csinálja. Várjunk csak! Judy, gyere fel, drágám. Hát őt is feláldozza. Jól van, szívem, menj csak. Ha összefognánk, mindannyian jobban járnánk. Idefent több esélyünk van védekezni. Mr. Cooper, ha összedolgoznánk, akkor együtt erősebbek lennénk. Hé, kisasszony. Az a fickó téved. Én nem zárom be magam oda le. Most már biztonságban vagyunk. Rendesen bedeszkáztam. Na és Tom és Judy? Ők inkább fent maradtak. Van ott még két másik ember is. Egy fickó és egy lány. Akkor a lány sikított. Nem tudhattuk, kik azok. Ostobaság lett volna a kockázatot vállalni. Igazad van, Henry. A gyerek hogy van? Nem tudom, mi van vele. Forró a teste, talán a sok miatt. Mivel kötözted be? Találtam egy darab ruhát, abból téptem le. Maradjanak csak odafenn. Nyugodtan. Ott túlságosan ki vannak téve a veszélynek. Meglátjuk, kinek volt igaza. Majd amikor könyörögnek, hogy engedjen be őket. Ez lényeges, ugye? Micsoda? Hogy mindig neked legyen igazad. Ezt hogy értsem? Tudja valaki, miért támadtak ránk? Bármi is az oka, nem csak itt történik, hanem mindenfelé. Ez valamiféle tömeggyilkosság. A rádióban azt mondták. A rádióban? Igen, odafenn hallgattam a híreket. Odafenn rádióban, mi pedig itt vagyunk bezárkózva. Tudom, mit csinálok. Na és mit hallottál? Semmit nem számít. Még nem tudnak semmit. Mindenfelé megy az öldöklés, és az embereknek azt tanácsolják, hogy bújjanak el. Azonnal nyisd ki azt az ajtót. Nem, mi idelen maradunk, Helen. A rádió az egyetlen kapcsolatunk a külvilággal. Onnan értesülünk, ha a hatóságok megtudnak valamit, vagy megmondják, hogy mit tegyünk. Ha bezárkózunk, nem tudjuk, mi zajlik körülöttünk. Nyomorult volt az együttélés. De a közös halál nem megoldás. Ők nem az ellenségeink. Mr. Cooper! Megtaláltuk a tévéjüket!
Na, menjünk fel! Tom! Igen? Ha Judy le tudna jönni néhány percre, akkor Harry és én felmehetnénk. Jól van, megbeszélem vele! Megteszed? Tényleg muszáj? Figyelj rám, amíg így külön vagyunk, addig nem tudunk előre lépni. Tedd meg a kedvemért. Na jó. Jó, nyissátok ki! Majd én a gondját viselem. Ő az én mindenem. Menj csak fel nyugodtan. A bátyját megölték. Jöjjön valaki segíteni! Segítek Bennek lehozni a tévét. Tőlem nem kell félned. A nevem Helen Cooper. Harry felesége. Idefenn nem maradhatunk. Nézd ezt meg. Ezeket könnyedén áttörik. Hagyj egy szálat. Megölték a bátyját. Sokra megyünk az ablakokkal. Nem látni, mi van odakinn. Már az is lehet, hogy több ezren vannak. Minek ide az ablak? Mi lenne, ha inkább megpróbálnál segíteni? Jó, fogom. Tegyen egymás mellé két széket. Itt a fali ajzat. Figyeljen és próbálja megérteni, mi folyik itt. Nem vállalom érte a felelősséget. Tudok valamit segíteni? Egy szót se halljak magától. Ha itt akar maradni, akkor itt én parancsolok. Azt a lányt pedig hagyja békén. Na, bejött a kép. De nincs hang. Állítson az antennán. Hihetetlennek is hangzik. Mindez nem csupán tömeghisztéria. Még hogy tömeghisztéria. Azt hiszik képzelődő. Hallgasson! Az ország keleti felén. Az elkövetők pedig emberszerű lények, akik felfalják áldozataik húsát. A sokkos állapotban lévő szemtanúk első beszámolói érthetően zavarosak. Összefüggéstelenek voltak. A hatóságok és a sajtó munkatársai eleinte hiteltelennek vélték ezeket a jelentéseket. Végül azonban a holttesteket elvégzett orvosi vizsgálatok igazolták, hogy a szétmarcangolt áldozatok húsából több helyen kiharaptak. Most érkezett stúdiónkba a friss hír, amit rögtön fel is olvasok. Most a washingtoni nemzetvédelmi hivatal jelentését olvasom fel. Minden jel arra utal, hogy a gyilkosságot elkövető személyek nemrégiben elhunytak, de visszatértek az élők sorába. Hullaházaktól, temetkezési vállalatoktól és kórházaktól érkező jelentések egyértelműen arra utalnak,
hogy temetetlen holttestek kelnek életre emberi áldozatokat keresve. Számunkra is hihetetlennek hangzott ez a hír, de hiteles forrásból származik. Az eset kirobbanásakor kezdetben a hatóságok azt javasolták a lakosságnak, hogy maradjanak otthon és zárkózzanak be. Ez a helyzet most megváltozott, ezért tájékoztatjuk Önöket az új akciótávról. A nemzetőrség mentőállomásokat létesített, ahol ételt, menedéket és orvosi ellátást biztosítanak, valamint katonai védelmet. Most az egyes helyi tévéadók a képernyőn ismertetik Önökkel az adott körzetben felállított mentőállomások listáját. Ezt aztán többször megismételjük. Válasszák ki a listából az Önökhöz legközelebb eső állomást. Van autónk, ha szerzünk benzint, elmehet. A kisháznál van egy kút. Tudom, ezért jöttem ide, de zárva van. Már órák óta tart az elnöki kabinetülés, melyen részt vesz a vezérkari főnök, az FBI és a CIA munkatársai, illetve különböző tudósok. Vajon miért vonták be az ügybe az űrhajózási szakértőket? Erre a kérdésre adhat választ az Explorer elnevezésű műhold, amelyet a Vénusz felé indítottak útnak. Az expedíció végén a műhold elindult a Föld felé, ám sosem érkezett meg. A hírek szerint az űrszondát a NASA szándékosan megsemmisítette, miután a mérési adatok magas fokú sugárzást állapítottak meg a fedélzeten. Ennek a sugárzásnak köze lehet a most tapasztalt gyilkossági hullámhoz. Washingtoni tudósítónk feltette ezt a kérdést. Most már egyértelmű, hogy itt nem maradhatunk. Hogy jutunk el a benzinkúthoz? Nézzék! Ha jól tudjuk, az Explorer műhold ügyét vitatták meg az ülésen. Igen, valóban ez volt a tárgyalás fő témája. Gondolja, hogy ennek köze van a gyilkosságokhoz? Igen, feltétlenül van összefüggés a két eset között. Vagyis úgy gondolják, hogy a sugárzás felelős ezért a mutációért? Rendkívül magas fokú sugárzás kapott. De várjunk egy pillanatot, ez nem nyert bizonyítást, ezt nem jelenthetjük. Pillanatnyilag ez az egyetlen észszerű magyarázat. Az a honvédelem álláspontja, hogy nem a sugárzás okozta a mutációt? Nem nyilatkozhatom az egész honvédelem nevében. De az urakkal nem tudok egyetérteni, hisz még nincs a kezünkben a bizonyíték. Mi mindent tőlünk telhetőt megteszünk. Most sietünk egy másik tárgyalásra. De ön úgy véli, hogy van összefüggés a két eset között? Mindenképpen, nem vitás, hogy ok-okozati viszony áll fenn. Professzor úr, abban maradtunk, hogy csak a bizonyítékok birtokában nyilatkozunk. Milyen körülmények között semmisítették meg a műholdat? Szokatlan fokú sugárzást észleltünk, ami könnyűszerrel okozhatott ilyen mutációt. Igen, ez is közrejátszott. Tehát ez is okozhatta. Igen. Számíthatunk rá, hogy tartanak egy sajtótájékoztatót az ügyben? Ha eljön az ideje. Még a délután folyamán? Igen. Igen, még a mai napon számíthatunk erre? Mi mindent lehet, hogy már most kell, hogy sikerüljön megoldani az ügyet. Lehet, hogy már kell. Amint lehetséges, ismét jelentkezünk friss hírekkel. Hallottuk a lényeget. El kell mennünk innen. Azt mondta, a mentőállomásokon vannak orvosok. Oda kell vinnünk Karent, orvosi ellátásra szól. Az ország legnevesebb tudósai bevonásával dolgoznak az ügyön, és próbálnak megoldást találni. Idefelé láttam egy ilyen táblát. Innen 17 mérföldre van. Ismeri a helyet? Ide valósi? Igen, itt lakunk a környéken. Judyval épp a tóhoz mentünk úszni. Az első jelentéseket a rádióból hallottuk. Ismertük ezt a házat, megálltunk, de holtan találtuk a nőt? Aztán jöttek a többiek, úgyhogy lementünk a pincébe, és belülről egy deszkával bezártuk az ajtót. Hogy mehetnénk el innen? Itt van velünk egy sérült gyerek, két nő, egy sokkos állapotban lévő lány, és körbe vagyunk véve ezekkel a szörnyetegekkel. ...dolgozik az ügyön. Professzor úr, tudjuk, hogy önök mindent elkövetnek, hogy valami megoldást találjanak ebben a rendkívül kritikus drámai helyzetben. Jutottak már valamire? Igen, már vannak eredmények, de először arra kérnénk mindenkit, hogy a sérülteket juttassák el a felállított mentőállomások egyikére, hogy elejét vegyük az esetleges komplikációknak. Súlyos a sérülése? Hát, még... Maga menjen le és szóljon Judynak? Igen, szóljon neki, hogy jöjjön fel. Maga pedig maradjon a gyerekkel. Ja. Az egyetemi laborban vizsgáltunk egy holttestet, melynek hiányzott mind a négy végtagja. Valószínűleg leharapták. Aztán valamikor a délelőtt folyamán egyszer csak kinyitotta a szemét,
és elkezdte mozgatni a törzsét. Halott volt, de kinyitotta a szemét. Azt kérték, menjen fel. Nem hívott engem? Nem mondott semmit. Ezt nem értem. Kicsikém, itt a mami. Fáj. Megnézem, mit akarnak, aztán visszajövök. Köszönöm, Judy. A testeket a legtanácsosabb azonnal elhamvasztani. A halál beállta után mennyi idővel kelnek életre az áldozat? Ez percek kérdése. Percek? Ennyi idő alatt képtelenség elhamvasztani? Igen, ahogy mondja, ez meglehetősen rövid idő. A testet ki kell vinni az utcára, és minél előbb el kell égetni. Locsolják le benzinnel, és gyújtsák meg. Ezt kell tenni. Sajnálatos, de most nincs mód arra, hogy tisztességgel eltemessük a halottakat. Túl veszélyes lenne, nem szabad kockáztatni. Szedjen össze pár lepedőt, aztán tépkedje szét kis csíkokra. Uh-huh. Van itt éléskamra? Van. Szükségünk lesz üvegekre. Molotov koktéllal visszaverhetjük a támadókat. Hé, odalen van egy nagy doboz kerozin is. Jó, körülnézek. Hozok üvegeket. Van lenne egy kulcscsomó is. Talán az egyik kulcs nyitja a benzinkutat. Megnézem. A koktélokat fentről lehet dobálni. Néhányan kimegyünk benzinért, aztán szólok, ha már jöhet mindenki. De akkor nyitva lesz egy ajtó. Jól mondja. Akkor itt megyünk ki. Közelebb van az autóhoz. Az értékes holmikat addig elrejtjük a pincében. Maguk ott biztonságban lesznek. Találtam, Len, befőttes üvegeket. Erre a kulcsra az van írva, hogy benzinkút. Ez egy nagyobb járgány, még sohasem vezettem ilyet. Ebben van gyakorlatom, nem gond. Rendben van. Akkor mi megyünk. A pinceajtót elbarikádozzuk, ahogy csak lehet. Maga az emeletről dobálja a molotov koktélokat. Tommal kinyitjuk ezt az ajtót. Ha végzett odafent, jöjjön és alaposan zárja vissza. De ne deszkázza be, mert aztán itt kell bejönnünk. Ha tankoltunk és visszajöttünk a házba, kitaláljuk, hogy szálljunk be mindannyian az autóba. Na, indulás! Noval, sok mentőállomást felállítottunk. A kezdeti tapasztalatok azt mutatják, hogy még sokkal több ilyen létesítményre lesz szükség. Te mindig tudsz mosolyogni. Hogy van erőd most ehhez? Eddig hány van kész? Gyorsan, igyekeznünk kell. Biztos nem tudunk telefonálni? Nem működik, drágám, hidd el! Rögtön megszólal egy automata géphang. Bár felhívhatnám a szüleimet. Biztos nagyon aggódnak miattunk. Minden rendben lesz. Amint beérünk a városba, talán addigra ők is ott lesznek. Remélem. Tom. Biztos, hogy helyesen cselekszünk? Azzal, hogy lelépünk? Igen. Hát, a tévében ezt javasolták. El kell jutnunk egy mentőállomásra. Nem is tudom. Szívem, kezdesz olyan lenni, mint Mr. Cooper. Miért pont neked kell kimenned? Azért, mert ismerem ezt a járgányt. Tudom használni a kutat. Ben nem tudja, mit kell csinálni. De itt biztonságban... Most még igen, de a kérdés meddig? Idővel egyre többen jönnek, és akkor mi lesz? Jó, tudom, ezzel tisztában vagyok. Na jó, figyelj. Emlékszel a nagy árvízre? Hogy milyen nehezen tudtalak meggyőzni, hogy kénytelenek vagyunk elmenni? Emlékszel? Akkor is Villardba kellett mennünk. De ez nem múlik el magától. Ez nem egy vihar, ami egyszer majd elvonul. Tennünk kell valamit. Méghozzá gyorsan. Úgy félek, hogy valami bajod esik, Tom. Hé, mosolyogj. Hova lett a mosolyod, drágám? Figyelj. Megértem, hogy téged is megvisel ez az egész. De most dolgunk van, szívem. Most muszáj.
Őt is le kell vinnünk. Barbara, most velünk kell jönnie? Igaza van. Odalent biztonságban lesz, amíg vissza nem jövünk, jó? Aztán elmegyünk innen. Ó, az nagyon jó lenne. Igen. Sok szerencsét. Magának is. Kész van oda bent? Igen. Jó, akkor dobhatja. Pincébe. Nem! Már túl késő! Jöjjön vissza! Jöjjön vissza! Ha jönni akar, jöjjön! Szálljon be! Siessen! Nem nyitja a kulcs! Menjen onnan! Óvatosan! Itt nem maradhatunk! Kapaszkodj! Tom! Álljanak félre és szálljanak ki! Gyere, menjünk innen! Gyere, gyorsan! Biz!
elszorult a kabátom! Engedjen be! Nyissa ki! Cooper! Cooper! Ezért megérdemelni, hogy szétmarcangolják! Nincs még 3 óra. Azt mondták, akkor friss hírekkel jelentkeznek. Még 10 perc. Ó, már csak 10 perc? Akkor már nem kell sokat várni. Elmehetünk. Jobban tesszük, ha sietünk. És 10 perc múlva 3 óra. Maguk ismerik ezt a környéket? Villard a legközelebbi város? Nem tudom. Éppen... meg akartunk szállni egy motelban, sötétedés előtt. Szóval felborították az autójukat. Ha helyreállítjuk, működne? Hol van most? Úgy emlékszem, sokáig futottunk. Elég messze lehet. Esélytelen. Legalább 1 mérföld. Johnnynál van a kulcs. A lányomat ölben kéne vinni. Hamar elkapnának.
Én elbírnám őt. Mi a baja? Hogy sérült meg? Megragadta az egyik szörnyeteg. Megharapta a karját. Mi a baj? Mi van, ha megfertőzték valamivel? Tudatánál van? Zavart. Nem tud járni. Túl gyenge. Egyikünk el tudna menni az autóhoz. Egyedül hogy fordítja át? Nem tudják beindítani az autót. Johnnynál van a kulcs. Magának van autója? Hol van? Merre? Kulcs nélkül nem indul. Jó, jó, értem, de hol van? Uram, atyám! A sugárzási megfigyelő állomásokon tudósok értékelik a mért adatokat. A sugárzás továbbra is magas szinten áll, és folyamatos emelkedés mutat. Amíg ezt a folyamatot nem sikerül megállítani, a holtak életre kelnek, és húsevő ragadozókká változnak. Akik bármilyen okból elhaláloznak ezen időszak alatt, azok pár percen belül felébrednek, és vérszomjas vadállattá változnak, ha csak nem hamvasztják el a testüket. Most kaptuk meg az első képriportot, amely egy rendőri akció helyszínén készült Pennsylvániában, amint épp a ragadozókat próbálják elpusztítani. Most bemutatjuk ezt a felvételt. Mindenütt mozgósítják a rendfenntartó erőket és a nemzetőrséget. Fegyveres akciókat indítanak a gyilkosok ellen. Szakértői vélemények szerint a ragadozók egy jól irányzott fejlővéssel elpusztíthatók, ha a golyó szétroppantja a koponyájukat. Hozzátették. A sugárzás a holtak agyát aktiválja. Így kelti életre őket. Ezért az agy megsemmisítése garantáltan végez velük. Szükségük van valamire? Nem, van mindenünk. Rendben. Srácok, égessétek el rendesen, nehogy megint feltámadjon! A csapat vezetőjét kérdezem, hogy áll az akció? Egészen jól haladunk, igyekszünk elbánni velük. Mehettek az út másik oldalára, fiúk! Mit gondol, le tudjuk győzni őket? A mai napon 19-et semmisítettünk meg, itt épp 3-at kaptunk el. Az elhagyott raktár körül óralkodtak, azt hitték, találnak ott valakit, de üres volt. Hallottuk a hangjukat, úgyhogy lecsaptunk rájuk, elintéztük őket. Itt végeztünk, főnök! Gyertek vissza! Hogyha 6-an 8-an megtámadnának, volna esélyem ellenük? Ha van magánál fegyver, akkor semmi gond, fejbe kell lőni mindegyiket. Ha nincs fegyver, akkor fákjával gyújtsa meg őket, az is hatásos. Még azt árulja el, mennyi idő alatt tudnak leszámolni az összessel? Nehéz megmondani, mert nem tudjuk hányan vannak. Annyit tudunk tenni, hogy folytatjuk a munkát. Lassú a mozgásuk, ugye? Persze, hiszen halottak, ezeket könnyű felismerni. Mégis mi a véleménye, 24 óra alatt sikerül végezni velük? Hát, ezt képtelenség megmondani. Egy biztos, az éjszakát végig dolgozzuk. Villard felé tartunk, ahol csatlakozunk az otthoni nemzetőrséghez, és kidolgozunk egy új haladási irányt. Köszönjük, hogy ezt elmondta nekünk. A 11-es csatorna helyszíni tudósítását látták. Köszönjük a jelentést, Bill! Továbbra sem sikerült megtudnunk, mennyi időre lenne szükség ahhoz, hogy az összes támadót elpusztítsák. Lent van a kapcsoló doboz? Nem tudom, én... Szerintem nem ott lesz a gond. Áramszünet van. Helen, nekem kell az a fegyver. Hát nem volt még elég. De ketten már meghaltak emiatt a fickó miatt. Csak nézz ki az ablakon és látni... Oh!
Jöjjön már ide! Gyorsan! Na tessék, halljuk! Jó ötlet volt feljönni? Helen, le a pincébe! Gyerünk lefelé! Mozgás! Kicsikém! Ne csináld ezt!
Szevasz, Vince. Hello. Szükségünk lenne 4-5 emberre kutyákkal. Fel kéne menni ahhoz a házhoz, megnézni. Hát maga még itt van? Igen, gondoltuk, hogy megvárjuk a nemzetőrséget. Honnan van a kávé? Egy önkéntestől, de maga is dolgozik, tessék. Köszönöm. Itt 3-4 órán belül végzünk, aztán megyünk tovább Villárba. Szerintem ott beszélhetnek a nemzetőrséggel. Nick, szólj a fiúknak, hogy indulunk. Beszólok az irodába, hogy mi a helyzet. Jó van, Steve, mondd meg, hogy egyelőre itt maradunk. Úgy tűnik, kézben tartják a dolgokat. Gyere, gyere, jó kutya! Gyere, okos! Tovább! Gyere! Pajtához. Rendben. A többiek menjenek utána. Nekem elég, ha 2-3 ember jön a házba. Bennéktek a szerencsétlenek. Igen, nagyon úgy néz ki. Fiúk, ezeket szedjétek le, ha kell még ember, majd szólok. Jesszusom, gyertek ide gyorsan. Nick, Tony! Steve, menjetek ki a mezőre és rakjatok mágiát. Hé, te! Ezt a hullát húzd el innen és dobd a tűzbe. Tiszta a levegő. Helyes, menj és segíts neki. Nézzük meg a házat. Van ott valami, ezt hallottam. Jól van, Vince, lőd fejbe, a szeme közbe. Szép lövés volt. Jól van, megdöglött, hozhatjátok ezt is, aztán mehet a tűzbe. Hányan vannak? Nem tudjuk. Vigyétek őket. Halott mindegyik. Vágjára vele! Magyar hangok. Mezei Kitti, Sótonyi Gábor, Háda János, Farkasészki Edit, Renát Zoltán, Seder Gábor, F. Nagy Eszter, Sörös Miklós, Katona Zoltán, Dézsi Szabó Gábor. Magyar szöveg Tóth Balázs, hangmérnök és vágó Gáti Péter, gyártásvezető Pesti András, szinkronrendező Pesti Zsuzsanna. A magyar változat az SPI International megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit. Hey Randy, light these torches over here. Way in the back.